Diákmunkásokkal pótolják a szakember hiányt az üzletekben. Évek óta kevés a szakképzett munkaerő, de még közülük is sokan külföldre mennek. Akik pedig itthon maradnak, sokszor inkább az iparban keresnek munkalehetőséget. Ott ugyanis két műszakban dupla annyit kereshetnek. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége még tavaly októberben kezdett bértárgyalást annak érdekében, hogy emelést érjenek el az ágazatban. Erre azért lenne szükség, mert a versenyszférát tekintve jelenleg a kereskedelemben a legalacsonyabb a bérezés. Mostani minimál bér a 111 ezer forint bruttóban, ennek a nettó érték az 73.815 forint. A szakmai bér az pedig 129 ezer forint bruttóban, a nettó érték az pedig 85.785 forint. Hogyha most ezt hozzáadjuk, hogy csak 7 órában van foglalkoztatva, akkor le kell vonni belőle, és kb. 80 ezer vagy 70 pár ezer forintot fog nettóba hazavinni. Ha pedig ugye csak 4 órában van foglalkoztatva, akkor pedig csak a 42 ezer, 43 ezer forintot visz haza. Tehát borzalmasan le vagyunk szakadva a fizetések terén. KSH adatok szerint jelenleg 138 ezer diák, a tanulók közel fele dolgozik. Ez a szám nagy mértékben emelkedett az elmúlt években. 2008-ban az egyetemisták mindössze egyötöde vállalt munkát tanulmányaik mellett. Főleg olyan munkakörben alkalmazzák őket, amiben 2-3 nap alatt betanulhatnak, ilyen például a pénztáros. Legtöbbször a nyári szabadságolások idején alkalmazzák a fiatalokat, így a munkaerőhiány főleg szeptemberben lesz majd probléma. A szakképzett dolgozók megtartására az OSAM már tavaly októberben emelte 10%-kal a béreket. A nagy külföldi hálózatok többsége is tartotta ezt az átlagot, volt, ahol idén a 15%-ot is elérte az emelés mértéke. A legnagyobb létszámú munkakörökben átlagosan 10% feletti bérfejlesztést hajtottunk végre az elmúlt időszakban. Ezen felül 2015-ben bevezettük a dolgozói vásárlási kedvezményt, illetve ahogy az eddigi években 2015-re vonatkozóan is fizettünk 13. havi juttatást. Az 5 évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkezők esetében hűségbónusz biztosítunk, továbbá teljesítményfüggő juttatások is bevezetésre kerültek a közelmúltban. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének az a célja, hogy 2 év alatt 20%-os bérfejlesztést érjen el. A munkaerőhiány okozta béremelkedés azonban a korábbi hírekkel ellentétben áremelkedés nem jelent majd. Ezt az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményben cáfolta az elmúlt napokban.